Ez itt a Bámulatos Szélsőségek helye. Hurrikán erejű hullámok csapdossák a partot, ami aztán kopár felszínné változik. Az itteni életet az árapály szabályozza. Áradások, oxigénhiány és a nap perzselő sugarai. Ez az egyik legzordabb élőhely a világ bármely élőlénye számára. Ez az Árapály királysága. Egy birodalomé, mely a világ partvonalai mentén húzódik. Naponta kétszer az Árapály kettészeli ezt a világot. Az idő egyik felében a víz beborít mindent, de a másikban minden élőlény a szárazföldön van. Figyelemre méltó, mennyi állat képes így élni? Ezek az élőlények bizarr és különleges megoldásokat találtak a túléléshez. Fennmaradásuk kulcsfontosságú, mivel ez a világ egyik legjelentősebb élőhelye, ami létfontosságú kapcsolatot jelent a világok között. Ez valóban egy kapcsolódási pont az óceán és a szárazföld között. Csatlakozzanak az úttörő tudósok felfedezésekkel teli utazásához, ahol versenyt futnak az árapállyal. Légy óvatos! Céljuk, hogy felfedjék ennek a különleges birodalomnak a titkait. A Fandi-öböl nyújt otthont a világ legerősebb árapály jelenségének. Naponta kétszer 160 milliárd tonna víz áramlik be és ki. 4-szer annyi, mint a világ folyóinak összáramlása. Az öböl hatalmas. Dagálykor a víz akár 18 méter magasra is emelkedhet, a hold vonzása az öböl egyedi tölcsér alakja és óriási mélysége révén. Rengeteg víz lendül mozgásba, és ilyenkor ritka jelenségekkel is találkozhatunk. Az iszapos Subenacadie folyón, ami az öblöt táplálja, a dagály folyás irányjal szemben tör be, ezáltal pedig torló ár keletkezik. Amikor a dagály és a folyó összetalálkozik, az út kicsit döcögősebb lehet. Ez egy igazi hullámvasút a természet lágy ölén. Ahogy az óceán ismét visszavonul az öbölből, a torlóár lecsillapodik, és egy egyedülálló, kiterjedt árapályzónát hagy hátra. Három óránk van az apáig, tehát hamarosan még több sár várható. Diana Hamilton ökológusnak ez a hatalmas terület szinte a második otthona, ahol évek óta kutat. Ha ekkora iszapban akarunk eljutni valahova, a legjobb, hogyha szinte korcsolyázunk. Ha valaki meglátna most minket, azt hinné, hogy csak egy kupac iszapon ülünk. Nem tűnne túl érdekesnek, de itt már érezné, ahogy valami mászik fel a lábunkon. Az iszap alatt igazán változatos és érdekes kis közösségeket lehet felfedezni.
Diana a terület egyik legkisebb lakóját tanulmányozza, illetve annak kapcsolatát a világ egyik legnagyobb tömeges vándorlásával. Látható, ahogy előbukkan ez az iszabban élő kis garnéla. Éppen megzavartam az élőhelyüket. Itt van egy, éppen most jött ki abból a kerekjukból, ami az otthonuk teteje. Egy fürdőlepedőnyi helyen akár 60 ezer kis garnéla is lehet. Olyankor jönnek a felszínre, ha algát keresnek, párzani akarnak, vagy épp új otthon után kutatnak. Olyan sok garnéla van egyszerre mozgásban, hogy ezáltal egy meglepő, ám ismerős hangot hallhatunk. Amikor egy helyen rengetegen vannak, és folyamatosan ki- és bemászkálnak az odójukba, hallható ez a csattogó-pattogó pukkanó hang. Olyan, mint amikor tejet öntünk a műzlinkre. De a garnélák veszélynek vannak kitéve, amint előbukkannak az iszapból. Nyáron az iszap felszíne akár a 30 fokot is elérheti. Így megtanulták, hogyan áshatják ki magukat a veszélyből. Ha meg akarjuk találni őket, csak fogjunk egy ásónyi iszapot. Meg is vannak. Itt látható egy kis járat. Itt van a vége. Itt tudnak kijönni. És itt is van egy, ez pedig egy igazán mély járat. Lényegében ez adja meg nekik a biztonságot. Dagály idején látható, ahogy előbújnak a kis lyukakból. És egy kicsit úszkálnak. Diana azt is felfedezte, hogy ezeknek az állatoknak hatalmas jelentőségük van ezen a területen. Több milliárd apró kis mérnökként tömörítik élőhelyeiket, ezáltal az iszapot stabil otthonná alakítják más lakók számára is. De a szárazföld és a víz találkozásánál ezek az apró lakosok egy másik létfontosságú szerepet is betöltenek. Évente egyszer több százezer kis partfutó érkezik az iszapos területre. Soványak és éhesek, mivel sarkvidéki fészkelőhelyükről hosszú vándorlást követően érkeznek ide. A madarak számára a fándélből iszapos területe egy svéd asztalhoz hasonló. A madarak naponta akár több ezer garnélát is képesek megenni. Emellett az apálykor előbukkanó algákat is elfogyasztják. A madaraknak csupán 3 hetük van, hogy megerősödjenek, mielőtt tovább indulnak Dél-Amerika felé. Az itt összegyűjtött energia ad majd erőt a szárnyaiknak. Az a szép ebben a zónában, hogy ténylegesen egy átmenetet képez az óceán és a szárazföld között. Mind a vízben, mind a szárazföldön élő élőlények képesek kihasználni a hely adottságait. Ezen a világokat összekötő helyen az árapály szabályozza az életmenetét. A kisebb árapályok azonban teljesen más élőhelyet képesek kialakítani, ahol a helyhiány kemény küzdelmet és a túlélésért folytatott, sokszor végzetes harcot válthat ki. Észak-Amerika nyugati partjainál éppen tavasz van. Az egyik leggazdagabb árapály területen maga az élet ringatózik a hullámokon. Hatalmas mennyiségű fitoplankton emelkedett a felszínre. Ezek a mikroszkópikus méretű élőlények fotoszintetizálnak, és a napfényben habzanak.
Ők a tápláléklánc első elemei. Érkezésük létfontosságú az itteni királyság legdominánsabb ragadozójának. Jelenléte szaporodásra készteti ezt a tengeri csillagot. A nőstény akár 40 millió petét is képes kibocsátani. Az Árapály állandóan hullámzó vize hordja tovább ezeket a petéket. A hím pedig spermákat lövel ki. Ezek elsodródnak a hullámokkal. Majd találkozhatnak egy petével. Ahogy a tengeri csillag növekszik, úgy válik kegyetlen húsevővé. Az evolúciós fölényért halálos versenyt folytat kedvenc áldozatával, a kagylóval. A tengeri csillagok az alacsonyabb, vizesebb részek lakói. Idejük legnagyobb részét víz alatt töltik, hogy ne száradjanak ki és ne pusztuljanak el. Halálos ellenségük elkerülése érdekében a kagylók túlélésük határait feszegetik. A magasabb és szárazabb részek lakóivá váltak. A túlélés érdekében a kagylójukon belüli izmaikban tárolják a nedvességet. Ezt folyamatosan felhasználva képesek állandóan vizesek maradni. Az Ocraceus tengeri csillag is adaptálódott a helyzethez. Sokkal tovább képes a vizen kívül megmaradni, mint fajtársai. A pálykor megközelíti áldozatát, és vár, hogy lecsaphasson. Amikor a dagály végre elárasztja a kagylókat, megkezdődik a vadászat. A húsevő az áldozata felé hajtja magát több száz apró csőszerű lábával. De a kagylók egyre erősebbekké váltak, és már képesek egyfajta erődként zárva tartani magukat. A tengeri csillagnak azelőtt kell megtörnie ezt a védekezést, mielőtt ismét beköszönt az apály és a parton reked. Lábaival felkészül a halálos fogásra,
és megpróbálja felnyitni a kagyló héját. A tengeri csillagnak csak egy apró roppantásra van szüksége. Ezután a ragadozó beleüríti a gyomrát a kagyló belsejébe. A kagyló húsa egy gyomorlevessé válik. A csillag visszahúzza a gyomrát, és egyben felfalja a kagylót. Ez a tengeri csillag kegyetlennek tűnhet, de létfontosságú az árapályzóna egészséges környezete szempontjából. A rengeteg kagyló és hatalmas kagylóágyaik megakadályoznák más fajok letelepedését. A tengeri csillag a kagylókat az öbölben tartja, ezzel biztosítva a környezet egyensúlyát. Míg az árapályzónában néhány élőlény nyíltan megküzd egymással, mások a végletekig elmennek, hogy elkerüljék ellenségeiket. Apály idején a létfontosságú oxigénkészletek kiszáradnak. A legtöbb élőlény számára ez az időszak a legveszélyesebb. Egy kis hal számára azonban ez a túlélés kulcsa. Ez a sugárúszójú hal a kövek alatt bújik meg a birodalom felső peremén. Aprócska, így könnyű zsákmány halálos ellensége az álsügér számára. Hogy elkerülje ezt a kegyetlen ragadozót, nem mindennapi módon tanult meg alkalmazkodni. Az apály miatt az álsügér kénytelen elhagyni az árapály területét, míg a kis sugárúszójú hal ott marad. Egy bizarr metamorfózis során már nem a kopoltyúja segítségével jut oxigénhez a vízből. Elkezd levegőt lélegezni. Ez a sugárúszójú hal már a bőrén képes lélegezni. Sokkal hatékonyabban tudja a levegőből összegyűjteni az oxigént, mint az óceánból. Nyálkás bőre révén nedves tud maradni, így biztonságban van. Egy ideig, amíg a dagály ismét be nem köszönt. Apály idején a maradás csupán néhány állat számára lehetséges. Egyes élőlényeknek nincs más választásuk. Számukra a túlélés kulcsa, hogy képesek alkalmazkodni a két merőben eltérő világhoz. Kanada nyugati partjainál, Calvert Islanden találhatók a legszívósabb élőlények egy ilyen árapálymenti övezetben. Calvert vadpart szakaszairól és sokféleségéről híres.
Még a farkasok is a vízben keresnek élelmet. Amikor az óceán visszahúzódik, felszínre kerül a birodalom egy újabb mesteri túlélője. A hínár. Calvert Islanden évente egyszer kutatási munkák zajlanak. A csapat vezetője Patrick Martin, biológus. Szerintem az a legjobb, ha itt megyünk le a repedésnél. Azt kutatják, hogyan képesek a hínárok alkalmazkodni, és hogy milyen mértékben járulnak hozzá a terület egészségéhez. Adtam már Bosiella frondiferát? Patrick és csapata eddig több mint 300 féle hínár talált Calvert partjainál. Ez Chihareának tűnik. Igen, mivel narancssárga. Pontosan, én is abból gondolom. Több mint egy tucat új fajt is azonosítottak a tudomány számára. Na hát! Nézd, hogy kapaszkodik. Az általunk vizsgált helyszínek közül, ahol a legtöbb faj található, azok a legstabilabb területek. A több faj azt jelenti, hogy az ökoszisztéma is ellenállóbb. A hínár számára a túlélés mindennapi küzdelem. Ezért különféle stratégiákat alakított ki. A pálykor könnyen kiszáradhat és kipusztulhat. Ez a hínár az apály előtt elraktározza magában a vizet. Ha megnyomjuk, pontosan látjuk, hogy hol vannak a pórusai. De a harcnak nincs vége, amikor a dagály beköszönt. A fajnak mészkőből álló csontváza van, ez védi meg a ragadozóktól és a dübörgő hullámoktól. Bámulatos módon azonban képes eléggé meghajolni ahhoz, hogy ne törjön el. Ez egy elmeszesedett példány, ami kis ízületek által tud ennyire rugalmas lenni. A hínár fontos szerepet tölt be a part ökológiájában. Táplálék és élőhely az állatok számára. Minél többféle van, annál jobb életteret nyújt a szikla, ahol így több állat vagy organizmus tud megtelepedni. A hínár számára a legnagyobb kihívást a hullámok drámai ereje jelenti. Ez egy nagyon stresszes környezet a hínárok számára, hiszen az állatokkal ellentétben nem tudnak elfutni. Egy sziklára kapaszkodnak, miközben hatalmas hullámok csapnak át felettük. A Lestoniopsis az egyik legnagyobb túlélő. Naponta több százszor birkózik meg a hullámokkal, amelyek olyan erősek, mintha 1000 km per órás erejű szelek korbácsolnák őket. Ezekre a hínárokra még egy hurrikánét is felülmúló erő csap le, aminek 10 másodpercenként ellen kell állniuk. Ez őrület. Légy óvatos! Ilyen extrém körülmények között az árapály sújtotta területeken az egy helyhez való kötöttség hihetetlen kihívássá teszi a túlélést. Egy olyan élőlény számára, aminek ennie és párosodnia kell, ez a kötöttség azt jelenti, hogy bizarr módokat kell találnia az alkalmazkodásra. A kacslábúrákok olyan aprók, hogy könnyedén ellökné őket bármilyen hullám. Éppen ezért a sziklához rögzítik magukat, és idejük nagy részét a vizen kívül töltik. Várakoznak. Éppen dagály van.
ezért a kacslábúrákoknak rengeteg a dolguk. Mindent bele kell sűríteniük ebbe a pár órába. Ezek a kis fickók csodás példái az evolúciós fejlődésnek a környezetben, amiben élnek. Alyssa Gaiman ökológusként dolgozik. Az alkalmazkodás különböző formáit kutatja, különösen azt a furcsa módot, ahogy ezek a rákok táplálkoznak. Ezek a kis rákok lényegében a hátukon fekszenek. A lábuk pedig egy ventilátorhoz hasonlóan felfelé áll. Folyamatosan mozgatják a lábukat, és amint elkapják az élelmet, azonnal a szájukhoz viszik. A kacslábúrákok tehát lényegében a fejükön állnak, és a lábukkal esznek. De a sziklához való kötöttség egy másik problémát is felvet. A párkeresést. Erre egyedi megoldást találtak ki. A felnőtteknek hím és nőstény szerveik is vannak, így bármelyik kacslábúrákkal párosodhatnak. Sajátos hírnevük is van, hiszen a férfiasságuk terén nem szerénykedhetnek. Bámulatosan adaptálódtak, hiszen nekik van a méretükhöz képest a legnagyobb péniszük az állatvilágban. A testükhöz képest 8-szor akkora a péniszük. A kisrák mindenét közszemlére teszi. Kinyújtja a péniszét, és keresgélni kezd. Majd megtermékenyíti a szomszédját. Ezekből az élőlényekből nem sokat nézünk ki. De ahogy az óceán ismét betör, az óriás tengeri rózsa bámulatos átalakuláson megy keresztül. Cső alakú testébe vizet szív és kitágul. Felfedi, ki is ő valójában. Egy halálos ragadozó. Amint megérinti a felszínt, az óriás tengeri rózsa alig mozdul meg. De a kacslábúrákokkal ellentétben egy nagyon más és halálos stratégiát fejlesztett ki a túlélés reményében. Az óriás tengeri rózsa tapogató karjai méreggel vannak tele, és minden élőlényt megbénít, ami megközelíti. Ez a tengeri mesztelen csiga lehet, hogy kicsi, de annál veszélyesebb, különösen az óriás tengeri rózsa számára. A tengeri csigának nagyon erős állkapcsa van. Könnyedén kitéphet darabokat a tengeri rózsából, amíg meg nem futamodik. Hogy megvédje magát, a tengeri rózsa csápjaival támadja meg a csigát. Ahogy a tengeri rózsa egy újabb támadásra készül, a csiga félbeszakítja a támadást, és visszavonul. Az óriás tengeri rózsa bármit elfogyaszt.
hullámzó dagály arra sodor egy tengeri sünt. Tele van éles tüskékkel. De ez a tengeri rózsának nem kihívás. A húsevő mérgével bénítja meg a sünt. Aztán pedig egyben lenyeli. Egy nappal később kiköpi magából a meg nem emésztett darabokat. De aszálykor még az óriás tengeri rózsa is nagy veszélynek van kitéve. Az oxigén hiányát egy másik trükkel oldja meg. Méghozzá egy váratlan szövetségessel. Az óriás tengeri rózsa élénk zöld színe egy mikroszkopikus algának köszönhető, ami a tapogató karjain él. Ahogy az óceán visszavonul, az alga fotoszintetizálni kezd, így látja el oxigénnel és táplálékkal a rózsát. Cserébe pedig a rózsa biztonságos élőhelyet nyújt az algának. Az óriás tengeri rózsa elég nagy egyedül is, hogy vigyázzon magára. De unokatestvére számára a túlélés kulcsa egy hadsereg. Kevés élőlény jobb a toborzásban, mint az antopleura. Az árapály sújtott a szűkös területeken, az élőhelyért folytatott küzdelem fáradhatatlan és kegyetlen. Ezek a tengeri rózsák hatalmas kolóniákban élnek. Ez a két kolónia elterjeszkedett, és megszállták egymás területét. Ez pedig egyet jelent a háborúval. Minden kolónia külső harcosai testhosszuk háromszorosára képesek nyúlni, hogy megtámadják az ellenséget. Lábaik végén az átlátszó kis fehér részekből méreggel teli apró kis lövedékeket bocsátanak ki. Annyira erős, hogy képes kirohasztani az ellenség húsát. Ebben a birodalomban a terület jelenti a túlélést. Ezért ezek a harcosok hajlandók feláldozni az életüket, hogy a kolónia terjeszkedhessen. A harc napokig is eltarthat, amíg az egyik kolónia legyőzi a másikat. De egyelőre az apály átmeneti fegyverszünetet hoz magával.
Ez az apró remeterák életének nagy részét azzal tölti, hogy fedélt keres csupasz teste fölé. Ha valaki a halak és a tengeri csillagok kedvenc eledele, az otthon megtalálása élet-halál kérdése. Ennek a ráknak jelenleg nincs háza. Az idő nagyon lényeges tényező az új otthon megtalálásában. Kockáztat. Kerül, amibe kerül. Még egy gyanútlan járókelő házát is megpróbálja ellopni. A küzdelem heves. A csupasz rák kihúzza házából a másik rákot. A vesztésre álló rák üldözőbe veszi, de hamar rájön, hogy nagyobb ellenfele legyőzte. Most ő indul el kétségbe esetten, hogy új házat keressen magának. Nincs sok ideje. Csupán néhány óra maradt az apáig. Szerencsére talál egy üres házat. De a rákok nagyon válogatósak. Habár szüksége van egy menedékre, alaposan átnézi leendő otthonát. Puha testét a kagylóba szorítja, hogy megnézze, mennyire illik bele. Végül pedig birtokba veszi. Egykor a csupasz kopoltyús csigáknak is volt házuk. De az evolúció során ezek a csodaszép tengeri csigák elvesztették védelmüket. Így a csupaszrákhoz hasonlóan ők is könnyen zsákmánnyá válhatnak. De különleges módot fejlesztettek ki arra, hogy védjék magukat. Ezek a csigák imádják a hidra állatokat, amik úgy néznek ki, mint egy növény ágakkal. A hidra állatokat mérgező tüskék borítják. A csiga azonban túléli, mivel gyomrának kemény bélése lehetővé teszi, hogy ezek a szúró kapszulák átcsusszanak a saját emésztőrendszerébe. Egy különleges zsákban tárolja a gerincében, készen arra, hogy egy küzdelemben használnia kell. Megjelent egy versenytárs, egy ellenfél. A szűkös területen ez a két élőlény a halálig küzd, hogy megvédjék saját élőhelyüket. A kisebb csigának sikerül elmenekülnie. Mielőtt a támadó üldözőbe vehetné, útját állja egy rák.
Hamarosan rájön majd, mekkorát hibázott. Az élet ebben az árapásújtotta birodalomban nem mindig a legmerészebbekről vagy a túlélésért való küzdelemről szól. Néha a legkisebb élőlény okozza a legnagyobb meglepetést. Dagály esetén a tapadó kagylók állandó mozgásban vannak. Lehet, hogy aprók, de hatalmas feladatuk van. A tapadó kagylók algaevő gépek. Képesek leszedni az algát a sziklákról titkos fegyverükkel, ami nem más, mint a fogazatuk, ami a legerősebb biológiai anyagból van. A tapadó kagylók fogait fém erősíti, amik úgy helyezkednek el, mint kések a futószalagon. Ezek nélkül, a kagylók nélkül az algák túlszaporodnának, és a dagálykor elárasztott part egyensúlya felborulna. A parti szakaszok egészségét az élőlények tartják fent azáltal, hogy megőrzik ennek a különleges világnak a törékeny egyensúlyát. Ez pedig elengedhetetlen más világok számára is, amikre ezek a partszakaszok hatással vannak. A kapcsolatuk jól megmutatkozik, amikor az Árapály övezeti birodalom megtartja évi legnagyobb eseményét. Heringek tömkelege járja táncát a mélyben. Ívás céljából érkeznek erre a partszakaszra. Margot Hessing-Louise, ökológus, ezt a kapcsolatot vizsgálja. Minden évben várja a heringek érkezésének bámulatos rituáléját. Valószínűleg ez az egyik legnagyobb tömegvándorlás az óceánról, a partszakasz felé. Az égből, a szárazföldről és a vízből mind összegyűlnek a ragadozók erre az alkalomra. A heringeknek csupán egyetlen védelmük van a támadással szemben. A hatalmas számuk. Nem mozognak egyedül, egy nagy családként úsznak együtt. Néhány családtagot ugyan elveszítenek, de a család egésze védelmet kap. A kimerült és sebezhető heringek csendesebb részekre úsznak, ahol a hínárok jó alapot szolgálnak az ívásra. Margot pontosan tudja, hol találja meg ezeket a vízi réteket. A víz alatt láthatóak a hering csapatok. Csillognak. A nőstények a sziklákhoz vagy az algákhoz dörzsölik magukat. Így rakják le az ikrákat. A
A hínár ideális közeg az ikrák számára. Néhány felület kedvezőbb az ikrák túlélése szempontjából. Ha egy hínár nagyon tapadós, az ikrák könnyebben hozzáragadnak a növényhez. Ez pedig növeli az ikra túlélési esélyét. A heringeknek minden segítségre szükségük van. A nőstény egyszerre 20 000 ikrát képes lerakni, de csak néhányuk éri meg a felnőtt kort. A fiatal heringek a part közelében maradnak. Először megerősödnek, majd ezután úsznak csak ki az óceánba. Az árapályzónák rejtélyes birodalmak. Annyira közeliek, hogy úgy érezzük, ismerjük. Pedig éppen csak elkezdtük felfedni titkaikat. Az itteni élőlények bámulatos módon alkalmazkodtak a helyhez, hogy túléljék az óceán fáradhatatlan ciklusát, az elárasztást és a szárazságot. Ez a part most ismét csupasz. A harcosok megpihennek. A sebezhetők menedéket keresnek. A ragadozók pedig várakoznak, készen állva arra, hogy az óceán visszatér, és ismét meg kell küzdeniük a túlélésért ebben a világok közötti világban.